Szép jó napot kívánok mindenkinek a Mostantól podcast csatorna harmadik adásán. Sziasztok! Sziasztok! A mostani témánk egy közelgő ünnepség, az anyák napja lesz. Srácok, tudjátok, hogy az anyák napja mikorra vezethető vissza? Persze. Én azt olvastam, hogy Angliából indul ez az ünnep, és már az 1600-as években kezdték ünnepelni, és akkor a húsvét után következő negyedik vasárnap volt az édesanyáknak az ünnepe. Azok a szolgálók, akik messze laktak a családjuktól, azok szabad napot kaptak erre a napra, hogy hazamehessenek és a napot az édesanyjukkal tölthessék. Ez korrekt. Én úgy tudom, hogy az anyák napja egészen az ókori Görögországban nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, mint például, amit a Mari mondott, amikor az anyákat is felköszöntették. Na, ezt nem is tudtam. Viszont azt tudtam, hogy a 20. században Amerikában élt egy hölgy, akit úgy hívtak, hogy Anna Jarvis, és ő próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé emeltetni. Mégpedig május második vasárnapjára tűzte ki ezt az ünnepet elhunyt édesanyjának az emlékére. Aztán végül is elérte célját, mert 1914-ben Woodrow Wilson, amerikai elnök, minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította. Viszont amivel Anna Jarvis sem számolt, az, hogy utána sajnos eléggé komerciális ünneppé változott, és főleg az ilyen üdvözlőlapot árulók és a virágárusoknak a nagy ünnepe ez most. Ekkor kezdték el Európában is népszerűsíteni ezt az Amerikában elterjedt ünnepet. És az, hogy Magyarországon mikor terjedt el, azt tudja valamelyikőtök? Igen. Ha jól tudom, akkor Magyarországra ennek az ünnepnek az ötletét Petri Pálné, az akkori egyik államtitkár felesége hozta, ugye pont Amerikából, és így a legelső anyáknapi ünnepséget 1925-ben tartották. És úgy tudom, hogy Magyarországon eltérő dátumon ünneplik, mint a világ többi részén, vagy legalábbis vannak különbségek különböző országokban, nem? Igen, a legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen belül a legtöbb helyen annak a második vasárnapjára esik, mint ahogy itt is Brazíliában. Ezzel ellentétben Magyarországon pedig ugye az első vasárnapja májusnak. Május első vasárnapján ti föl szoktátok köszönteni anyukátokat, meg nagyszüleiteket? Én igen. Nagyikámat is. Ilyenkor nálunk úgy néz ki a nap, hogy reggel fölkelünk, aztán anyát megköszöntjük, általában egy virággal vagy csokival, aztán utána pedig még délelőtt elmegyünk a nagyszülőkhöz is, mindkét mama, jó esetben most már sajnos csak az egyik, kap virágot, puszit, ölelést. Viszont, ha jól tudom, ez is eltérő, hogy Magyarországon ugye a virágadás elsősorban így a bevált dolog, viszont például itt Brazíliában, ha jól tudom, akkor elég nagy ajándékokat szoktak adni ilyenkor az anyukáknak. Igen, ezt én sem tudtam egyébként egészen addig, amíg valamelyik este Andrával beszélgettünk telefonon, és akkor ő mondta, hogy itt nagy ajándékozásokra kerül sor. Nekünk elég sokféle virág nyílik a kertünkben, nagy kertünkben, úgyhogy ilyenkor szoktunk virágot szedni a kertbe, és azt adjuk anyunak. Ilyenkor az orgona, mint virág az a legjellemzőbb anyák napjára. Mivel nekünk nincsen sok virágunk a kertben, nekünk nagyon sokszor volt olyan, az öcsémmel felkeltünk korán, még anya előtt, aztán elbicikliztünk olyan szomszédokhoz, akiknek volt orgonájuk, aztán egy kicsit lecsippentettünk belőle, és akkor azt adtuk utána anyára. Lopott virágot. És nálatok óvodában, iskolában hogy nézett ki az anyák napi ünnepség? Emlékeimben az óvodás anyák napi ünnepség az mindig számomra egy olyan kötelező jellegű dolog volt, sajnos. Ugye, hát kisgyerekként még annyira nem tudtuk, hogy mit jelent nekünk édesanyánk, csak mikor egy picit felnőttebb lettünk, és megkomolyodtunk. Aztán iskolában már úgy gondolom, hogy mindenki elég érett volt ahhoz, hogy megértse, hogy mit is jelent az édesanya szó úgy az életébe. Én anyukámat manapság mindig virággal köszöntöm, illetve csokival, illetve ez a nap mindig arról szól neki, amit ő szeretne tenni. Ilyenkor őt nem hagyjuk se mosogatni, se főzni, semmi olyasmit, ami neki megterhelő és fárasztó, hogy legalább egy ilyen nap legyen, amikor ő rendesen tud pihenni. Ez szép. Igen, nálunk is voltak az óvodában ilyen műsorok, meg az iskolában is. És arra is emlékszem, hogy ilyen üdvözlőlapokat készítettünk az iskolában, és azt vittük haza anyunak. Nálunk is voltak, nyilván az óviba is, meg az iskolában is anyák napi ünnepségek. És az igaz, hogy nekünk ezek mindig ugyanúgy teltek el, meg tényleg egy kicsit kötelező jellegűek voltak.
De azt nagyon jó volt látni, hogy az összes anyák napi ünnepség végén az összes anyuka sírt. Úgyhogy nekik ez nagyon megható volt. Nekünk meg az volt megható, hogy ők sírtak. Párszor képzeljétek el, hogy nem ért rá két anyuka, és helyettük az apuka jött be. Igen, hát lehet, hogy összekeverték az apák napjával. Hát az nem májusban van, ugye? Vagy van egyáltalán? Én valahogy úgy tudom, hogy vagy júliusban talán, vagy szeptemberben. Igen, az apák napját azt június 3. vasárnapján szokták ünnepelni, és akkor hasonló módon az apák is kapnak ajándékot. A katolikus egyházban viszont egy másik napon ünneplik az apák napját, mégpedig Szent Józsefnek az emléknapján, ami márciusban van, mivel Szent József az apák védőszentje. Igen, és idén ugye a magyar közösség tagjai is fel fogják köszönteni szüleiket, nagyszüleiket, amely sajnos a kiárási korlátozások miatt személyesen nem tudják megtenni, így egy videó formájában fogják felköszönteni őket. Ezennel megragadnánk az alkalmat, és boldog anyák napját szeretnénk kívánni saját anyukánknak is, úgyhogy boldog anyák napját, anya! Boldog anyák napját, édesanyám! Boldog anyák napját, anyu! Hát én azt hiszem, hogy ezzel a mai témánk végére értünk. Iratkozzatok föl! Írjatok kommentet! Pogy escrever in portuguese! Ti milyen ajándékot szoktatok verni anyukázoknak? Jelentkezünk 2 hét múlva. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!